Tamás! Játszodjál Orsó Tamással! 5 meg 3 egyenlő 8-al. Ügyes. 1 fog meg! Jó, az jó. Nagyon ügyes vagy. Ja, de így egyszer játszol kicsit a másról. Nagyon ügyes vagy. 80-0 egyelő. Igen. Ez könnyű. Csinálja, de meg már olyan gyorsan csinálja, több elő az idő. 8-1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 
Attila éppen befejezte a kályhapucolást, itt ellenőrizze Bálintnak a tanulását. Na most még három van csak. Nem. Négy. Te ügyes vagy, Orsolya. Kitaláltad ezt? Ide tudom az asztalt. És így meg is lehet. Nagyon jó, és akkor veszed fel, amit a neved a Tamás. Az azt mondta, hogy kápunk Tamás. Ügyes volt. Kapu. Jaj, azt mondta, hogy jaj. Négy. Nem. Négy kell maradjon neked. Igen, és kettőt, hányból kell kettőt elmenni, hogy négy maradjon. Hatból kettő. Nagyon ügyes. Nagyon ügyes. Hát... Nagyon. Pucáld a anyának, ezt befejezni, mert... Ia. Igen. Mindazt, fiam, 10 perc alatt meg tudod csinálni. Három dolgot. Ha már most egy se esett le.
Egy is sajt. Jó, hogy kukucskál egy is sajt. Köszönöm. És az egyébként még egy ai, és akkor az legyen a vége. Végig? Végig, és akkor mehetsz készülni. Mert ha mit tudok, az majd lehet, hogy meg kell csináljuk, mert majd így is csináltam dolgozatot. Pénteken csináltunk. Mit? Dolgozatot? És a matekből vagy magyarból? Magyarból. Igen? És mit kell csinálni? Hoppá! Jó, jó. És hogy sikerült? Jó, aztán még nem láttam, hogy hibát volt. Csináljuk. Én szerintem hibátlan. Na, hát az akkor annyira nagy idő van neked, hogy hibátlan csináltam. Sisztitelle! És matekből nem írtatok? Matekből nem csináltatok? Most nem mozgassátok az asztalt! Tamás, nem mozgass az asztalt! Az a tetszett! Látod? Visszafele szállj! Tessék, Tosi! Kicsikém, 10 perc alatt kész voltál 3 dolgokkal. Látod, hogy milyen egyszerű, hogyha így megyünk? Nem mondom. Na, kapj egy puszit, Bálint, milyen ilyen ügyes voltál. Olyan ügyes, hogy a nyalankod. Jó, igen, már nem villak.